Az a gitár, az szerinted mennyibe kerülhet? Vinni kell valamit apámnak. Visszanézik a videófelvételeket, hogyan jutottunk ide, és most olyan területen vagyunk, a manchesteri repülőtéren, ahol egyáltalán nem szabad lennünk. Már tervezgetjük, hogy miket fogunk csinálni kint Manchester, England, England. Úgy indulunk hamarosan. Parádira számítok, tehát a te nyelvtudásoddal, az én talpra esettségemmel, én azt gondolom, hogy ott nem lehet. Szerintem a repülőgépet is elvezeti Gyuri, reméljük erre nem lesz szükség, ha igen, az is egy nagy élmény lesz. Német és egy orosz Angliában. Így van, így van. Egy német és egy orosz Angliában, erről van szó, úgyhogy Warrington, érkezünk. Köszönjük szépen, ez itt a celepszállító, úgyhogy ezzel jöttünk mi. Kristófot még a felszállás sem keltette fel. Kampó. Anglia. Nagyon speciális autóval megyünk, mert Kristóf oldalán van a pedál, és jobb oldalon. Valami nehéz, hogy ők kormányoz is én kezem a pedálokat. Jó vagyunk. Egy picit gyorsabb. Erről megyünk fish and chipsezni. Helyi lángos. Alapó! Hollángos! Hello! Ja, persze, igen. Ezt az én te megijedt, hogy angolul kell válaszolni. Gyere a fülére közé! Megérkeztünk a TED helyszínére. Már majdnem mindenki itt van, úgy látom. Aha. Kristófnak itt van a jelmeze. Nem megyek fel, mert a piros tankában, amit tőled kaptam. Tőled nem az enyém, azt hiszem, hogy... Tudom, de egy méret vagyunk szerencsőre. Hát ennek... De találkozunk a színpadon. Úgy szeretnék kérni. Én ezt a szürkúbit tettem kérni, de várjál. Ott vagyunk, Frank. Nem ez a fülős vagyok, csak nem. Azt mondja, de... Fülős a legtinkább is. Ez volt a rossz kívül, orosz kívül és nyilván kívül. Már fájt az arcom a nevetéstől, szóval tényleg hatalmas volt, és remélem, hogy még többször is jönnek a fiúk. Vettem könyvet is, alá is írattam. Ó, remek volt az este. Nagyon jó volt. Most voltam először ilyenen, és nagyon tetszett. Másodjára látjuk az üvégeket, hatalmas figura. Nagyon köszönöm, hogy Warringtont választottátok, és megnevettettetek minket. Másodpercre egyszerre pontosan indultunk el reggel, és csodálatos. Összeért a biológiai ritmusunk, lányoknál szokott ilyen lenni, hogy egy másik aspektusban így összeérnek, hát mi Gyurival vagyunk így. És közben készítik a... Traditional... Mindjárt mondom, hogy... English breakfast. Mondom, igen, igen, az, ami más csomagot fizettünk elő a szállodában. Én a három darab pirítós reggelim van. Egy vajat esetleg megvehetnék. Figyelj, ezt egy pont öt felé tudom neked adni. De van kettő. Mindegy, akkor csak nézem. Ezt nézem, és ezt vettem, és olyan, mint azt. Ugye kenek egyet, és akkor... Nem, nézem a tejétel. Eszem egy kis... Mint a babot kell nézni. Babot nézni. Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Indulunk Liverpoolba! Igen, ott találkozunk. Közben meg a rajongókat nézem. Igen, már gyülekeznek. Hát nem csoda, hiszen megyünk a Beatles szülőhelyére. Gondoltátok volna, hogy a Beatles mindössze 10 évig uralkodott? 1960-tól 1970-ig? Hát én már ennél többet tudok. Te meg hagyjuk 50 éve a pályán. De akkor említsük meg a tagokat, ugye John Lennon,
Paul McCartney, Ringo Starr és George Harrison. Így van. Úgyhogy megyünk, érkezünk Liverpool és onnét jelentkezünk ismételten. Sziasztok! Bye bye! Actors. Oh yeah, well, in theater in Hungary, yeah. Oh yeah. And in the TV shows, and this is the first trip in Liverpool. Oh yeah. Liverpool, yeah, very good Liverpool. People like it. He looks like mafia man. Yeah, he's a mafia man, really. Yeah. Nice to meet you, mate. John. George. John. John. Christoph. Christoph. Happy holidays. Rolling Stone. Sziasztok, itt vagyunk Liverpoolban, Német Kristóf és Orosz Gyuri, a rossz fiúk. Tegnap este volt Warringtonban egy fantasztikus stand-up estünk, és ezt köszönjük szépen a csodálatos helyi szervezőknek és a magyar közösségnek. Ez Liverpool főpályaudvara, ide érkeztünk meg, mögöttünk ugye már maga a történelem, és nekiindulunk, megkeressük a Beatles Múzeumot. Egy ilyen fülhallgatóba végig fogom hallgatni a Helpet és a Obladi Obladát, ennek a kettőnek tudom a szövegét. Várom a teámat, csak Kristóf nem hozza. De hozza mindjárt. Hát álljuk, hogy majd hozzá egyszer. Mia? Kristóf, a teámat hozod? Itt is van főnök. Köszönöm szépen. Köszönöm valamit cukor, édesítő. Cibajtej, Alisson. Cibajtej. Finom. Istenem, az a kis kávé. Júli, mit fogyasztod? Egy igazi angol teát, csak valamit elnéztem, mert nem mindent tudok jól leolvasni. És véletlenül egy cézársalátad dresszinget. Ez ugye szívószállat. A teát, a mindegy, most három adag sóval megbordítom, és utána... De a pultosok elismerően néztek. Ez egy igazi angol. Mit választottál, Kristóf, végül? Nagyon jó. Két pulcsit is? Igen, viszek a feleségemnek is egy ilyen. Wow. Liverpool, meg egyet magamnak. Állat jó. Itt van good music. Jó pakisztáni értelmű csőse. Próbálunk eljutni. Én nagyon remélem, hogy nem látszik rajtam, hogy turista vagyok, mert igyekeztem ilyen helyinek felöltözni, tehát lássák, hogy én angol vagyok. Észrevették már szerintem. A Forbidden Planet-be fogunk most benézni. Igen, de minden, az a baj, mindenbe benézünk, mert oda mennénk amúgy már egy órája oda. Szemünkkel már látjuk, csak mindig beszippant minket egy-egy üzlet. 30 méterre odébb indultunk el. Piercing. Következő két piercinggel kérem. Kényelmetlen. Én mondtam, hogy nem utólag azok kaptuk be. Az első olyan templom vagy katedrális, amiből egyből tudom, hogy ez az igazi lazaság, az igazi hippi életnek a temploma, mert ha bemegyünk, ez csak fű van. Kristóf mondta, hogy összeért a bioritmusunk, mert tényleg most már én nem kések. Tegnap meg, ahogy figyeltem, Kristóf kezd vicces lenni, úgyhogy... Nem vicceltem. Én még mindig kések. Beatles Múzeum még sehol, de a McCartney bár már megvan. Megtaláltuk, igen, az egyik Beatle-ről elnevezett. Amúgy itt van most is McCartney egy zongoránál. És játszik Rolling Stones-szal. Szóval,
című fellépés után szerintem vezessük le akkor, ahogy ezt felnőtt férfiakhoz írni. Ilyen volt gyerekkoromban, amikor felültem egy ilyenre, és elkezdtem sírni, és apám az itt, hogy kidobott pénz, és minden körbe ledurrantott egy pofon. Akkor de jó! Teljesült a gyerekkori álmod? Végre összejött, Juli! Itt vagyok Liverpoolban! De az nem baj, nekem ez nem volt gyerekkori álmod! Nem tudom, jobb is. Helles! Bocsánat, de az enyém összetört. Csodálatos volt. Jó volt? Igen, egy gyerekkori álom teljesült be. Nem kellett volna. Nagyon jó volt, nagyon élveztem. Valóra váltam. Így van, úgyhogy egyszerűen elhozom a kisfiamat is. Apára már megvolt. Viszont jöhet az én álmom is. Hol van itt egy kuperaj? Hárman négyen táncoltak. Olyan szintű energiája van a helynek, ahol vagyunk, hogy egészen nagy hatásra van az emberre, de tényleg. Csak ezek a tárgyak, ami... Ja, és ezt akarom még majd mutatni, gyere. Itt vannak egyébként a Beatles-ről képek, és itt van az a szendvics, amit itt hagyott forrasgátnak. Még a... egyik koncertje után, máig őrlelésen épp állapotban. Van egy nagyon érdekes sztori. Azt tudod, hogy a Beatles első dobosát hogy hívták? Nem. Pete Best. És ezt használják is az angolok valami közmondásban, hogy úgy járt, mint Pete Best. Mert ő a legeslegelején mondta, hogy hát ez bohóckodás. És kiszállt. És helyére hozták Ringo Starrt. És hát tudjuk, mi lett a Beatles-ből, úgyhogy Pete Best szerintem mai napig, ha végél, majd azt megnézem, hogy éled, de azt hiszem még talán igen, az mai napig ott üldögél, és tudatában van ennek. Nem része ennek a legendának. 1960-tól 1970-ig élt tulajdonképpen a Beatles, és az alatt csinálta meg mindazt, hogyha belegondolunk, 70-ben már vége volt a zenekarnak, most van 2022, és még van élő tag közöttünk, és mi itt állunk a múzeumban, Liverpoolban, hát ez valami világcsoda. Igen. Az a gitár, az szerinted mennyibe kerülhet? Vinni kell valamit apámnak. Kristóf, nézd le! Ez már a bolondozós korszakuk. Sokan nem tudják, hogy a jelöszemmelén az miért született ez a dal. Te ezt tudod, Kristóf? Nem. Én sem. Mondom, hogy sokan nem tudják. Ez a Beatles Múzeum, ez fantasztikus, hogy George Harrison szavaival éljek már nyelve. Without or loud, because save the world. Igen, ez úgy hangzik angolul, hogy with our love, we could save the world. Szóval a szeretetünkkel meg tudjuk változtatni a világot, meg tudjuk menteni a világot. Ez nagyon jó mondás, ezt te találtad? Ezt tőlem származik. Jaha. Igen. Beatles Flipper, meglátjuk, hogy tudok-e többet csinálni, mint Kristóf. Mennyit csináltál? 600? 641 ezer. Jó, akkor most én jövök. Tessék. Jajj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 aj
Na menjünk. Fel van a sok.
Hát ez hihetetlen. Én pontosan úgy ilyen idős néni szeretnék majd lenni. Pont ilyen érik leszünk mi is nem sokára. Hello Liverpool. Hello. Goodbye London. Bye bye bye. Don don don. Nagyon finom. Kristóf nem eszik ilyet, de... Fish and chips. Csodálatos. Sokan szígyek az angolok étkezését, meg az ételeiket. Mi nagyszerűen el vagyunk. Csodálatos. English breakfast traditional isteni volt. Napközben nagyszerűket ettünk. Egy fish and chips vacsorára hát kell lenni jobb. Sziasztok, goodbye. Bye bye. Thank you everything. Bye bye. See you. Kinek szurkoltak Angliában? Hát a Manchester. Manchester. Mind a ketten? Persze. Hát ezek itt lehet, hogy veszek apukámnak egy sállat. Manchester United egyik nagy szurkolója Magyarországról. Szinte minden meccsen itt van, és most minket is elhozott ide a stadionhoz Attila. Kérdésem van, hogy az, hogy a Kristóf Liverpool sapkában van, az azért itt Jöttünk, láttunk, győztünk tulajdonképpen, ezzel lehetne összefoglalni. Warringtonba kezdtünk, ott volt egy stand-up comedy-es, Liverpoolban megnéztük a Beatles múzeumot. Körforgózhattál, ugye? Jaj, de jó volt, jó volt. És most Manchesterben vagyunk, láttuk az Old Traffordot, éppen meccs nap van. Úgyhogy... Hát az Old Traffordon a Liverpool sapka miatt volt egy kis atrocitás, de... Kicsit szaladni kellett, de ettől függetlenül fantasztikus volt. Úgyhogy... Parád és közönséggel találkoztunk, köszönjük szépen, hogy ilyen lelkesek vagytok, és ami három napban belefér, azt gondolom, hogy az a kapszol. Igen, már csak a bőröntünket kéne megtalálni. Nem működött a beszálló kártyánk ott, ahol a beengedés történik. És odaadtuk a helyi biztonsági őröknek, még szintén hosszas próbálkozás után egy manuális kaput kinyitottak nekünk és átengedtek. Utána megvolt a security check. Most itt indult el az igazi krimi. De most azt hiszem 8-9 ember figyel ránk. Visszanézik a videófelvételeket, hogyan jutottunk ide, és most itt olyan területen vagyunk, a manchesteri repülőtéren, ahol egyáltalán nem szabadna lennünk. De ez már nem vizsgált. Most ide hívták azt, aki engem, ez motozott engem. Itt várjuk, hogy tovább mehessünk. Busz érkezett, értünk. Ez a busz, ami hárman fogunk menni. Próbálunk eljutni a megfelelő helyen. Egészen megérkeztem. Erre nem számítottunk, hogy Manchesterben, ugye? Manchesterben így járunk. Hát jó messze voltunk a másik terminált. Teljesen másik város. Jó órája jönünk. Hát most folyamatosan ilyen helyeken megyünk keresztül. Ilyen szellem reppereken. Na hát, szinte hihetetlen, ami történik. Budapesten vagyunk a Feri egy airportban. Egy lyukos fabatkát csináltunk volna ezért még pár órával ezelőtt.